Szerinted mi az, amihez biztos, hogy mindig elég jó vagy? Azt mind a ketten tudjuk, hogy a legnagyobb értékünk az idő. Ezért köszönöm neked, hogy ezt a néhány percet a személyes fejlődésedre szenteled. És vágjunk is bele. Azért fontos, hogy magas energiaszinten működjünk, mert lássuk be, sikereket szeretnénk elérni az életünk számos területén. De mit érsz el a sikerrel, vagy mihez kezdesz a sikerrel, hogyha nem vagy jó állapotban, nem tudsz táncolni a saját ünnepségeden, hogyha az ágyat nyomod betegen. Arról már rengeteget beszélgettünk, hogy miért fontos az, hogy tápláló ételeket együnk, vagy tisztított vizet és megfelelő mennyiségű vizet igyunk, hogy a testmozgásnak milyen jó hatása van az egész lényünkre, vagy a hidegvizes terápia az miért fantasztikus. Ha kiemelhetek egyet az egészségvédő módszerek közül, akkor az most legyen az időszakos böjt, vagy egyáltalán a böjt. Mert azzal, hogyha megtanulod az éhségedet kordában tartani, ha megtanulod uralni ezt az érzést, akkor nagyon valószínű, hogy a többi érzelemmel is könnyebben fogsz majd elbánni. Ez nem jelenti azt, hogy ha túl boldog lennél, vagy túl szomorú, akkor azt ne élhetnéd meg ugyanolyan intenzitással, és az el is húzódhat akár napokig, hetekig, hónapokig, sajnos van akinél évekig is. Ugyanakkor, ha elhúzódhat, hogy szomorú vagy, akkor miért ne húzódhatna el évekig, hogy jól érzed magad? Aki uralja az érzéseit, az biztos, hogy uralni tudja jobban a saját életét. Ezáltal az is nagyon valószínű, hogy ha bármilyen emberi kapcsolódásról beszélünk, akkor ott is egy jobb minőséget fogsz tudni megélni. Te lehetsz az a személy, aki ha belép a terembe, akkor megváltozik a levegő, és azt mondják, hogy ott mindig történik valami. Onnantól kezdve nem reagálni fogsz az élet dolgaira, hanem te magad leszel a hatásközpont. Te lehetsz az okozója a környezetedben létrejövő változásoknak. Azáltal, hogy az emberi kapcsolataid javulnak, megtanulod jobban értékelni az időt, és jobban beosztani. A legegyszerűbb módszer erre, ha megtanulsz nemet mondani azokra a dolgokra, azokra a felhívásokra, és azoknak az embereknek, akik úgy érzed, hogy vagy vesztegetnék az idődet, vagy lehúznak energetikailag, tehát nem közelítenek hozzád mondjuk jó élményekkel, jó hírekkel, és csak azt hallod, hogy miről van panaszuk, vagy mi az, ami nekik éppen nem működik, vagy el tudják mondani azt, hogy amit te kitaláltál, az neked miért nem fog működni. Ha az emberi kapcsolataid jobb minőségűek, akkor több eséllyel van egy jobb karriert befutni, akár vállalkozóként, akár alkalmazottként. Ha már vállalkozó vagy, akkor nem kérdés, hogy az ügyfelekkel jó kapcsolatot szeretnél ápolni. Ha pedig alkalmazottként dolgozol, akár mint főnök, akár mint beosztott, akkor már érdemes ezt a 8 órát ezekkel az emberekkel jó hangulatban eltölteni. Ez oda vezethet, hogy megtapasztalsz vagy egy anyagi, vagy egy időbeni bőséget. Vagy jobban fogsz tudni bánni az időddel, vagy jobban fogsz tudni bánni a pénzügyeiddel, mert több választási lehetőség elé állít majd az élet, és te jobban is fogsz tudni választani ezek közül. A jobb döntések pedig oda vezethetnek, hogy lesz annyi extra időd, vagy annyi extra pénzed, amivel már szívesebben jótékonykodsz, vagy hozzájárulsz akár a közvetlen környezetedhez, akár tágabb értelemben az emberiséghez. Még egyszer, mindez semmit nem fog érni, hiába futsz be jó karriert, hiába vannak nagyszerű emberi kapcsolataid, hiába van anyagi bőséged, vagy hiába van rengeteg időd, ha közben testileg, lelkileg vagy szellemileg nem érzed fitten magad. Ezért fontos, hogy az alapok meglegyenek. Mert lássuk be, vannak az életünkben olyan szakaszok, amikor nem érezzük magunkat elég jónak valamihez. Ha a hiányra fókuszálsz, ha arra figyelsz, hogy mi nincs, akkor biztos, hogy az energia szinted is csökkenni fog. Ha úgy érzed, hogy valami nincsen, akkor ennek a hiányában nincs elég, és önmagadat kezded el okolni, és úgy érzed, hogy te sem vagy elég. Hogy nem vagy elég sovány, vagy kövér, vagy izmos, vagy lassú, vagy gyors, vagy magas, vagy alacsony, vagy idős, vagy fiatal. Amíg arra figyelünk, hogy mi az, ami hiányzik, akkor nem tudjuk tapasztalni a bőséget, és a hálát sem tudjuk annyira érezni. Remélem, hogy a videó kezdete óta közben azon jár az agyad, hogy vajon mi lehet az, amihez bármikor elég jó vagy. Vajon helyes gondolat-e azzal foglalkozni, hogy hogyan tudunk tovább lépni, amikor körülbelül arra sincsen erőnk, hogy egy helyben maradjunk? Persze a kérdésnek nagyon sok megoldása lehet, egy biztos. Mindig elég jó vagy ahhoz, hogy elkezd. Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről, úgyhogy kommentben mindenképpen írd le, hogy szerinted ez így van, esetleg tapasztaltad már, vagy valami teljesen más ötlettel tudsz előállni.
Köszönöm, hogy velem tartottál, oszd meg ezt a videót azokkal, akiknek úgy érzed, hogy javára válhat. A leírásban találsz egy linket egy Facebook csoporthoz, ahol hasonló gondolkodású emberekkel találkozhatsz, és az én agymenésemet tudod követni. Ha szeretnéd támogatni a csatorna működését, akkor azt pedig a kávés linken tudod megtenni. És persze, mivel köszönöm az eddigi támogatásokat, itt a végére összedobtam megint egy kis diszpenzát. Mindenkinek van egy története a múltból vagy a múltjából. Ezeket a múltban átélt érzések alapján meséljük el. Minél erősebb az érzésünk egy eseménnyel kapcsolatban, annál jobban változunk belül, amikor arra a dologra figyelünk. Ez a pillanat pedig kimerevedik az időben, és az agy készít róla egy sorozat felvételt, amit emléknek hívunk. Tehát a saját szubjektív élményünkön keresztül gondolunk arra a valóságra, aminek az alapja az az érzés, amit ez az élmény kivált bennünk. Szerintem a probléma az, hogy a legtöbb ember nem tudja, hogy amikor az eseményre gondol, akkor ugyanazt a kémiai változást idézi elő a testében, mint amikor az esemény megtörtént. Ha 50-szer, 100-szor újraéljük naponta ezt az élményt, ami magával hordozza a gondolatot, az érzést, a képeket, az ingert és a választ, az elkezdi arra idomítani a testet, hogy a múltban él. A kihívás az, hogy ennek az emléknek az újra és újra átélése talán nem igaz, de számodra ez az igazság. Így határolja el az érzés azt, hogy mit érzel ismerősnek. Az egyén így nem tud egészségesen élni, és a trauma ellenére tovább létezni. Ha ugyanazzal az érzéssel élsz, ami annyira ismerőssé válik, mint a bűntudat, a szégyen, a méltatlanság, hogy ez lesz a normális. Ezek az érzések irányítják a gondolatainkat, igaz? És ha nem tudsz az érzéseiden túl gondolkozni, mivel az érzések a múlt lenyomatai, többségében a múltban fogsz gondolkodni. Ez pedig meghatározza a létállapotodat. Amikor ez a múltban van, akkor a kihívás az, hogy a test annyira objektív, hogy nem tudja megkülönböztetni az eseményt, ami 15, 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt létrehozta a traumát, attól a kémiától, az érzéstől, amit pusztán gondolattal létrehozol, a test azt hiszi, ugyanazt az élményt éli át. Ekkor a személy a valóságot a múlt lencséjén keresztül szemléli és érzékeli. Bármi, ami be tudja kapcsolni azt, amit össze tudnak kötni olyasmivel, ami viszonylag ismerős, akkor a nagy dolog az, hogy állj készen, mert nem akarod, hogy a jövődben megtörténjen. Az agy mindig a legrosszabbat vetíti előre a múlt emlékei alapján. Az agy pedig azért jön elő a lehető legrosszabb forgatókönyvvel, mert ha a legrosszabbra készülsz, akkor nagyobb esélyed van a túlélésre, bármi is legyen újra az a trauma. A kihívás pedig az, hogy a kvantummező végtelen lehetőségeiből indulunk ki, és a létező legrosszabbat választjuk ki, amit elképzelhetünk, még ki is díszítjük az eredményt, érzelmileg átöleljük azt a jövőt, mielőtt az megtörténne, az eseményre várva, és fogjuk a gondolatot, az érzést, a képet és az ingert, a választ, és arra tanítjuk a testet és az elmét, hogy úgy tűnjön, mintha a jövő eseménye már megtörtént volna. Minél erősebben érezzük azt, amit elképzelünk, annál jobban figyelünk rá, és mélyebbre véssük az agyba azt az áramkört, és érzelmileg még erősebben kötjük ahhoz az érzelmi állapothoz a testet.